Filmművészeti Akadémia és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös sorozatán a Fejezetek a magyar dokumentumfilm történetéből című filmsorozat Nehéz emberek elnevezésű blokkjának harmadik vetítésén. Mint bizonyára emlékeznek rá, az eddigi filmek olyan hősöket, olyan nehéz embereket mutattak be, akik tehetségük kibontakoztatása során rendre megütköztek az őket körülvevő társadalmi környezettel, ha úgy tetszik, a politikával. Ezért is nevezték őket nehéz embereket, a Kovács András feltalálói, Valcó András, Dr. Méres Józsefet, és hasonló karakterűek lesznek majd a sorozat, nem mostani, hanem későbbi filmjeinek szereplői is. Medve Alfonza, ne Sárta című film. Amit ma este fogunk látni, ott azt is mondhatnám, hogy a többi filmmel összehasonlítva ez a ma esti mű, Sós Ágnes filmje, akit szeretettel köszöntök. Tehát a ma esti film sok szempontból különbözik az imént említett filmektől. Ebben a filmben nem lesz szó társadalmi szerkezetekről, meg nagy politikáról, és mégis lebilincselően izgalmas és szép filmet fogunk nézni. Ennyit talán felvezetésként megengednek, hogy elmondjak. Ez a film nem politizál, hanem az emberre figyel, az ember intim környezetére. Két fő alakja van, és mindegyik fő alak számára egy testvérpárról van szó. A másik ember jelenti az igazodási pontot, nem pedig a nagy politika. Hát ennyit erről, a többit majd a rendező asszony fogja elmondani, akivel szokás szerint akkor most néhány mondatot váltanánk. Kedves Ágnes, a filmet több éven keresztül csinálta. Amikor először forgatott a lányokkal, akkor még hát az egyik legalábbis 12 éves volt, ha jól tudom, a másik pedig 18. Mire gondolt akkor, megsejtette már, vagy látta, vagy megérezte azt a drámát, talán ez nem túlzás most, ami a film, hogy mondjam, savaborsát adja majd. Vagy változott ez a maga értelmezési kerete a forgatáson? Hát nyilván valamit éreztem, mert nem kezdtem volna el a filmet. Az, hogy hány év lesz ebből a forgatásból, azt nem tudtam. Egy másik filmem szereplője volt a két lány, ennyit talán elmondhatok, és aztán majd úgyis érdemes a film után kérdésekre válaszolni. Tehát előzetesben esetleg annyit, hogy egy másik filmem, Hamköz a címe, szereplője volt ez a két lány is, együtt nagyon sok kamasszal. Egy nagyon izgalmas film volt, de ez a két döbbenetes lány nem tudott kiteljesedni abban a filmben. A tizen nem tudom hány szereplőből kettő volt, és hát már akkor annyira láttam, hogy izgalmas a sorsuk, életük, a közöttük feszülő feszültség, a kapcsolatuk érdekessége, nem akarom elmondani. Annyit elmondhat, hogy két zenét tanuló testvérpárról van szó. Igen, de az annyira különös volt a viszonyuk, és egyéb érdekes pontokat is láttam, hogy nem tudtam őket elhagyni, miután befejeztem a másik filmet. A személyiségük és a sorsuk annyival többet rejtegetett, mint amennyit egy kis szeletként használni tudtam, hogy folytattam, hogy így szoktuk mondani, a sorsuk követését, és hát akkor ebből bizony 7 év lett, de én azt se tudtam, hogy 15 lesz-e. Tehát ez a dokumentumfilm szépsége és átka, hogy mindenképpen valamiért nehéz. Vagy azért nehéz, mert az embernek a fejébe születik meg egy gondolat, és hozzákeresi a szereplőt, azt se tudja hol, csak szeretné valahogy azt a gondolatát valakiken keresztül valamilyen módon megmutatni, nem is biztos, hogy gondolatát, kíváncsiságát. Vagy van olyan, hogy adott egy szereplő, de fogalmam sincs, hova fut ki a sorsa. Tehát az is, hogy minden meglegyen, a történetet is előre lássam, a szereplőm is meglegyen, és az üzenet is meglegyen a filmnek. Hogy ez mind a három meglegyen, már csak dolgozni kelljen, ilyen nincs szinte soha, legalábbis velem nincs. Úgyhogy hát nagy kín volt az, hogy igazam van-e, hogy megpróbálom ezt a forgatást, és hát
az embernek nagyon hinnie kell benne, mert ha nem hisz, nem szorgalmas. És amikor ott ül az ember 7 év után a vágóasztalnál, és linkeskedett, mert nem bízott igazán abban, hogy ebből a filmből mi lesz, és akkor úgy ellenlinkeskedi a forgatás, az akkor ott nagyon hiányzik. Tehát nagyon komoly hittel és szorgalommal csinálni kell csinálni, és én körülbelül azt kell mondjam, 2 év telt el, amikor volt 1-2 olyan pillanat, majd a kedves közönség látja a filmben, amikor azt mondtam, hogy na ebből már nagyon-nagyon rossz filmkészítő vagyok, ha ebből én nem tudok filmet csinálni. Attól még senki nem csinál meg helyettem, attól még változott, ott van az idő, a sorsuk, a szorgalom, de volt egy olyan pillanat, mondom, körülbelül 2 év forgatás után, hogy na, hát ez azért egy csoda, tehát itt azért nagyon oda kell figyelni. És hát akkor így egyszer csak úgy éreztem, hogy na, itt van most vége ennek az első résznek, a második nem hiszem, hogy lesz. Majd ezt majd megbeszéljük. Voltak kritikus pillanatok? Mert 7 év alatt nyilván nehézségek is előfordulhattak, úgy tetszik, szakmai nehézségek. Nem feltétlen. Tehát mindig tudta, hogy hol lakik a jó Isten? Vagy sejtette? Nem úgy volt, ebben a filmben nem úgy voltak a nehézségek, tehát tényleg a szorgalom volt nagyon fontos, egy pillanatra sem lankadni, mindig odafigyelni, mi történik a lányokkal, és mindig azon gondolkodni, hogy mitől lesz ennek egy íve, mitől lesz ez egy történet. Tehát csomó minden nem elég, ugye, még mindig nem elég, most nem akarom mondani, hogy mi minden nem elég még mindig. És akkor nagyon sokat kell azon gondolkodni, hogy valójában mi formálja a történetet, tehát mi hiányzik. Mi az, amit muszáj megcsinálni? Most már nem lehet tovább halogatni, mondok majd példát a film után. Tehát ilyenek vannak, hogy az ember egy pillanatra már nagyon vár, és akkor meg kell tenni. Na jó, mondok egy ilyet. Valamit mondjam, mert a rögzített anyagban is legyen néhány. Évekig mondjuk a kisebbik lányal én beszélgetést nem csináltam. Mert volt a háttérben, a család életében egy olyan, nevezzük drámának, amiről én egy kislányt képtelen voltam faggatni. Meg nem. Tehát én nagyon hiány a szakma, ez a dokumentumfilmes szakma. Hiába kell, hogy művészek legyünk és kultúra, amit csinálunk. Azért ez nagyon kemény műfaj, mert itt nem színészek játszanak, itt valós emberi sorsok. Az életüket adják a kezünkbe tálcán, amivel visszaélni nem lehet, de élni kell. És emiatt a nehéz szerep, szóval meg kell csinálni dolgokat, de az ember nagyokat nyel. Gyomorgörcse van, hogy most azt kell fölvennem, hogy tudom, hogy sírni fog, fel kell vegyem, hogy sírni fog. Tudom, hogy most azt kell fölvennem, hogy megszakad a szíve. És akkor nagyon kellemetlen, hogy az ember ott áll a kamerával. De ha nem veszem fel, hogy megszakad a szíve valakinek éppen akkor nincs film. Ezért is sokan nem szeretik csinálni a dokumentumfilmet, mert hát egyszerre kell hihetetlen empátia és nagyon-nagyon jó viszony az embernek a saját szereplőivel, nagyon mély baráti viszony gyakorlatilag, hogy egy pillanatig se érezze, hogy kihasználom, de nagyon is használom a sorsát valami mondani valóra. És hát volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy most már nem lehet tovább halogatni, hogy a kisebbik lányal így leüljek és beszéljek. És akkor ott volt egy szinte ihletett pillanat, és nem én kezdtem, hanem ő. Ő ugyanúgy érezte, hogy az Ági rólunk filmet csinál. Ágnessel, az idősebbike már többször beszélt, szinte barátnők, egyszer rám is sor kerül. És akkor alig tudtam az eseményeket követni. Még a mikrofon nem volt időm föltenni rá, csak a kamera, puska, mikrofonja, amit ott mindenki lát, rögzítette a hangot, mert akkor egyszer csak a kislányból elkezdett ömleni a film egyik kulcs jelenetének mondani valója. Tehát ilyenek vannak, amikor az ember már izgul, mert tudja, hogy meg kell tenni valamit, és nem lehet elengedni. De a szereplők sokszor segítenek ebben. Úgyhogy csak ilyen nehézségek voltak, mert úgy kerekedett ki a dolog. Még az a nehézség volt, hogy nem tudtam, hol a vége. És nagyon érdekes, mert pénzt próbáltam szerezni a filmre külföldön, és már évek forgatása után, és ez manapság úgy megy külföldön, egy úgynevezett pitching fórumon, hogy az első kérdés azoknak a úgynevezett commissioning editőnek, tehát filmfelvásárlóknak, akik hozzájárulnának a film gyártásához anyagilag, hogy nem is akkor mi a film vége? Egy dokumentumfilm, amit mondjuk 7 évig forgat, oda sem mehet az ember pénzért, hogyha 7 évig forgat, mert azt senki nem várja ki. Tehát ez is egy kegyetlen dolog, hogy évekig tulajdonképpen zsebből kell ezt csinálni, ha van valakinek a zsebébe,
de mondjuk én egyedül dolgozom saját kamerával. Valami pályázati pénz, vagy valami nem tudott a 7 év során hozzá? De tudtam, csak az is a vége fele már, mert hogy nem mondhatom azt, hogy majd leadom 10 év múlva a filmet, vagy 5 év múlva. Tehát a Magyar Mozgókép Közalapítványtól valaha akkor én egy kevés pénzt tudtam már szerezni korábban, de nem is adtam a filmet. Csak egy rough cutot, kérvénnyel szinte, hogy ez még nincs kész. És akkor próbáltam még pénzt szerezni, és akkor jött ez a külföld, és hát ott nagyon nagy szerencsém volt, hogy ott homályosan láttam, mi lett ennek a filmnek a vége, mert az az első kérdés. Honnan indul a történet? Mi az íve? Mi a vége? Tehát nem érdekli őket, hogy a dokumentumfilm sztoriát az élet írja. Ja, de hát hölgyem, arra nem tudunk pénzt írni, hogy majd valamit megír az élet. Úgyhogy hát valamit blöfföltem, hogy mi lesz a film vége. Meg hát az ember akkor arra gondol, jó, hát ha nem lesz ez a vége, vagy lesz valami másik jó vége. De egyébként az lett a vége a filmnek, körülbelül amit én akkor, hát mondjuk itt blöfföltem, vagy jósoltam. Mert akkor már lehetett sejteni, hogy lesz egy pont, ahol ezt az ívet le lehet zárni. De hát, hogy ez is a vég, kegyetlen... ami a filmben megtörténik, ez milyen viszonyban volt a maga 7 évvel korábbi képével? Fogalmam nem volt. Hát de halvány segéd fogalmam nem volt, hogy így alakul majd pontosan az életük, és hogy én akkor azon a bizonyos ponton el tudom őket engedni. És most már tudom a további sorsukat, majd szívesen mesélek róla. És nem bánom, hogy elengedtem őket azon a ponton, mert még, mert már, hogy mondják ezt, amikor az ember már magával cipel nagyon valamit. Túl van orva? Igen, már még így görgeti még maga előtt, még lehetett volna. Hát ezt lehet 50 évig is filmet csinálni, van aki 10, én magam is csináltam a filmet több étában, ami 17 év. De volt itt egy jó pont. Hölgyem és Uraim, kett csinálónak gondolom, mennyi elég volt. Köszönöm Remélyt. Szépen. Mi van a lányokkal? Na, hát az úgy volt, hogy akkor ketté vált az útjuk, ahogy a filmben látható. Most. Igen, hát ennek már hát évekkel ezelőtt, több mint 3 éve talán. És az Ágnes először elment Münchenbe, és ott Münchenben a Zeneakadémia elvégzése után ő még egy további kurzusra jelentkezett, de közben már koncertezett, járta a világot. Uh-huh. Tulajdonképpen egy kamara zenekarból sikeres lett, pénzt keresett, mert Németországban, hogyha az ember koncertekre megy, azzal lehet pénzt keresni, és tovább tanult, és élvezte az életet. És ez alatt az idő alatt a kis Juli, pedig felvették a Zeneakadémiára, ahova ő már évek óta járt, van egy olyan szak, hogy a fiatal tehetségeknek a nem tudom milyen szak, úgyhogy ő már 14 évesen járt a Zeneakadémiára egy héten egyszer, kétszer Kecskemétről, de akkor ugye felvették hivatalosan a Zeneakadémiára 18 évesen, de nem telt el egy fél év, és egy másik öreg magyar származású mester, mint a Zsigmond Dénes, egy másik londoni komoly professzor hallotta a Julit játszani, és akkor megkérdeztette, hogy nem akar-e Londonba a Király Akadémiára felvételizni. És akkor Juli akart, és ő is vették egyből. Úgyhogy a Juli azóta gyakorlatilag lassan végez, mert úgy telik az idő. Hát azóta a Londonba jár. Úgyhogy az Ágnes Münchenben, a Juli meg Londonban. Most egyelőre nincs más hírem, de most egy ideje nem is beszéltem, vagy fél éve velük, mert nem tudtam elmenni egy koncertjükre. Úgyhogy most pontosan nem is tudom, hogy változott-e ez a dolog. És hát aztán nekik soha barátjuk nem volt. Férfi velük egyáltalán egy randevújuk nem volt. Tehát addig, amíg én velük így együtt voltam, hogy forgatás, soha egy randevú, semmi. Annyira zárt kapcsolat. Barátaik, barátnőik úgy, ahogy, de nem komoly barátságok, csak olyan. És hát akkor az Ágnesnek egyszer csak lett egy német barátja. Rá egy napra Julinak lett egy kínai barátja. Egy napra rá. Igen. Megjött az engedély. Úgyhogy én már csak erről értesültem, így telefonon beszéltem velük, és úgy valamit megsejtettem. És akkor úgy kiderült, hogy hát így, hogy elszakadtak egymástól, így... Hát az Ágnes 26-27 éves volt, mikor az életében az első férfivel találkozott úgy igazán. És... hát én legalábbis így tudom. Úgyhogy ez nagyon furcsa volt, és szép dolog szintén, hogy ők mind két nő
és elindultak egy más élet felé. Meg azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy végül is, ha szét is vártak, de kiteljesedtek, és a pályán maradtak. Hát igen, igen. Azért Londonban a királyzenek nem mindenki került hát oda. Igen. És egy németországi karrier. Tehát, hogy mondjam, nem egy formák, de hát igen. Nem is kell egy idő igen, után igen, szét válnak, igen, de valakik lettek. Tehát ezt el lehet mondani, gondolom. Igen, hát... Még kérdés, hát a Juli már nagyon hamar a filharmonikusok között leültették, és már játszott a Royal Filharmonikusok között. Hát ő nem mind szólista ott, tehát örült, hogy... De az önmagában rangos dolog. Igen. Nem mindenki kerül be. Úgyhogy hát most, hogy a jövőjük mi, de valójában... Igen, hát szóval ennyi, hogy ők most külön vannak, és természetesen itthon néha találkoznak, és néha koncertjük is van itthon. Tehát ez valahol az élet rendje, hogy... Igen, hát sok néző mondta, hogy hál' Istennek, hogy végre elváltak egymástól, igen, hát... És a szülők meg, akik hát annyira ugye is tápolgatták, egyengedték az útjukat, is tápolgatták őket, most ott csücsülnek, mint két zenetanár Kecskeméten egyedül, szegények. A filmben a szülők ott vannak, de hogy mondjam, értelemszerűen háttér. Az életben viszont az ő munkájuk... is benne van ebben a csodálatos... Hát zenetanárok Kecskeméten, ahol a lányok. Most ezt így nem tudtam a filmbe, hát el, látható, Lodott, tehát de... sok szülői energia, figyelem, szeretet kell, amíg... Igen. Nem egy törtető, törekvő család, én azt hiszem, inkább ügyesek. Uh-huh. A szónak nem ebben a rossz értelmében, amiben manapság jogosan uh-huh. használjuk, hanem úgy tényleg úgy próbálják, én néha kemény döntésekkel is segíteni a gyerekeiket, tehát mint egy tanárváltás, ami nagyon kínos esetleg egy komoly, neves tanárt otthagyni. És egy másikat keresni, mert volt ilyen az életükben, hát ezeket két fiatal nem tudja megcsinálni. Tehát itt kell az, hogy a szülő akkor odáll és akkor segít. Tehát ugye a szülők úgy ott vannak, de ők nem az a protekciós család, ettől sokat szenvedtek is, hogy nekik nincsenek feltétlenül jó kapcsolataik, de azért úgy lehet úgy is érvényesülni, hogy szorgalommal, tehetséggel. Úgyhogy ott vannak a szülők, igen, mellettük. Tehát most már kevésbé kellenek. Hogy mondjam, ez is egy hatalmas munka, amit ők produkáltak. Tehát ezt talán meg lehet így fogalmazni. Igen, kérdezték is tőlem, hogy a szülők miért nincsenek benne jobban a filmben. Volt, aki, ez volt egy talán azt mondhatom kritika, de így, mint én, mint filmkészítő, én nem tudtam ennél jobban tetten érni. Tehát az, hogy a mama vassal, az egy jelkép. Uh-huh. Az nem is derül ki a filmből egyébként, hiába vettem föl, kimaradt a filmből, mint hogy nagyon sok minden kimaradt a filmből, hogy a mama is zenetanár, ahogy a papa is zenetanár és karmester az iskolában, meg máshol is tanít. Tehát, hogy zenész a papa, az kiderül, hogy zenész, és hogy ott van, és ott... Na, hát, meg azt hiszem, ez kell is, vagy kellett is ennyi figyelem, meg szakszerű figyelem, ha nem tudom. Tehát ennél többet én nem tudtam úgy a szülőkből mutatni. Tehát, hogy jelzésszeren ott van, hogy mégis úgy érezhető, hogy ott hogy vannak jelen a szülők, de ennél többet nem tudtam rápakolni, mert ennél több nincs. Hát ezt gondolom, az ember, amikor filmet néz, akkor értelmez, és ez úgy van, mint a baladával, hogy ami hiányzik belőle, azt kitöltjük. Mert megtanuljuk olvasni a szöveget, és ez rájön az ember, mint néző. Ha nem érzem, hogy valami van a levegőben, ha nem érzem, hogy ez most valamit hozzáad, vagy én nekem a lelkem nem olyan, nem tudom. Tehát van, hogy ott vagyok, és nem is forog a kamera, van, hogy valamit fölveszek, és az, hogy a kapcsolatot folyamatosan tartottuk, vagy én jelentkeztem, vagy ők. A mama volt, hogy többször rám telefonáltak, ugye nem tudta ebből milyen film lesz. És a végén már nehéz is volt, tehát a végén már örültem, hogy abba vagyunk, mert már türelmetlen volt a mama. Már hogy egyre nehezebb volt a viszony, hogy most végig is mit csinálok én. Filmémet látta, eleinte azt se tudta, ki vagyok, mit csak jó van, csináljon. És aztán onnan ismert meg, hogy más filmémet látott. És akkor úgy volt bennem bizalma, de úgy nem tudta megsaccolni a család, hogy most ebből mi fog kikerekedni. Úgyhogy meg is lepődtek nagyon. Rettegtem megmutatni nekik a filmet egyébként. De hát az a lényeg, hogy a mama sokszor rám telefonált, hogy ez történik, az történik, hogy hát akkor vegyem föl esetleg, ha gondolom. És ha gondoltam, föl is vettem. Aztán volt olyan, hogy gondoltam valamit, de a mama megakadályozta, mert ő fölülbírálta. Akkor az egy kicsit kellemetlen volt. De
Hát a lányokkal is tartottam a kapcsolatot, főleg a nagyobb lányjal, igen, többször beszéltünk. És akkor megbeszéltük, hogy találkozunk, beszélgetnek. Kicsit olyan nagy olyan barátnő is voltam az Ágnesnek, kicsit nem tudtam eléggé lenni. Nem is a korkülönbség miatt, hanem ennél beljebb, mint amit ott nekem elmond, nem nagyon sírva, annál beljebb úgy nehéz lett volna menni már. Tehát az is kemény volt. Tehát tudtam, hogy mik mozognak benne, és hát ez is egy olyan dolog, hogy tudtam, hogy egyszer ki kell, hogy jöjjön belőle, és akkor mindig, és ő is tudta, hogy egyszer ki kell, hogy jöjjön belőle, és akkor hát akkor egyeztettünk időpontot, ekkor vagy akkor, és akkor találkoztunk. Úgyhogy hát így. Mikor megismerte őket először, akkor az Ágnesben érezte ezt a megfoghatatlan érzékenységet, ami a filmből kiderült, tehát az első pillanatban is az letragadta meg végül is, ami fölkeltette az érdeklődését a család iránt, tehát az Ágnesben lévő túlérzékenység tulajdonképpen, ami kiderül a filmből. Nem vettem észre. Sőt, az Ágnesben én egy ilyen kicsit ilyen kis nagyképű lánynak hittem ott a kecskeméti iskolában, annak, hogy mindenkit úgy rendezett, olyan kis vezetőegyéniség volt, azt hittem, hogy nem is egy szerény lány, tehát hogy én vagy félreismertem, vagy ő is úgy változott. De nem ez volt, ami nekem feltűnt. Tehát egyáltalán nem az Ágnes finomsága, áldozatvállalása, belső világa tűnt föl nekem, hanem valójában azt hiszem úgy kezdődött, hogy sutyorogták a tanárok. Arra kezdtem kicsit odafigyelni, hogy úgy sutyorogták a tanárok, hogy a kisebbik a tehetséges. És amíg ez annyira engem nem izgatott. De akkor láttam, hogy az nagyon feltűnt nekem, hogy igen, a kisebbik tehetséges, talán szöget ütött a fejem, vagy akkor lehet, hogy a nagyobbik féltékeny, nem tudom. De azt viszont láttam, hogy milyen majom szeretettel viszonyulnak egymáshoz, ott, ahol úgy láttam őket az iskolában olykor, meg amikor már forgattam, láttam ezt az őrült szeretetet közöttük, és akkor az úgy kezdett úgy érdekelni, ez a kisebbiket tartják zseninek, a nagyobb csak, jó, és ez a majom szeretet, és akkor egyszer csak még meg is hallottam, hogy ott történt a családban egy haláleset, hogy elment egy kis húg. Azt mondjuk azt nem tudtam, hogy annak milyen jelentőséget lehet tulajdonítani. Tehát nem volt ez a szenzáció, hogy nem, mert azt nem tudtam, hogy annak van jelentősége. Csak úgy hallottam, hogy hú, ott abban a családban volt egy dráma, de nem tudtam, hogy annak van a jelentősége. Úgyhogy én komolyan mondom, hogy azt hiszem legjobban azt fogott meg, hogy a kicsi a tehetség, és akkor ezek mégis mit nyalják, falják itt egymást? Akkor ezek nem is féltékeny? Ez a furcsa lány, aki olyan pedig olyan rangja van ott abban az iskolában. De valami finom dolgot ott kezdtem érezni. De már magam sem tudom, mert olyan végtelen bizonytalan voltam. És akkor, hogy egyre jobban megismertem őket, és egyre többet megtudtam, akkor úgy kezdtem felfigyelni, hogy itt azért nagyon szép dolgok mozognak a háttérben. És egyébként én tőlük tudtam meg majdnem mindent, tehát kamerával a kezembe, tehát volt olyan, hogy az első információ úgy jött, hogy így ültünk kamerával. Például az Ágnes, amikor elmondja könnyes szemekkel a kisfugának a halálát, amitről én információként tudom, de ahogy akkor ott előjött belőle, ott tudtam meg így. És amikor a Juli elmondja sírva, hogy őnek ezt nem mondták el, maga jött rá, hogy megtalálta az urnát a szülők hálószobájában, azt se tudtam. Azt is ott tudom meg forgatás közben. Ezek olyan erős dolgok, hogy ezekről nem pletykázik az ember. És érdekes ez a kamera, én nem tudom igazán erről, én nem írtam könyvet, nem is fogok, de van egy szorító ereje. Hál' Istennek ez nem egy olyan film, ahol nyilatkoznak a szereplők. De mégis valahogy az, hogy a személyem és a kamera jelenléte valamilyen pszichés nyomás gyakorolhat, nem tudom, de hogy van benne egy ünnepélyesség talán, a szónak egy furcsa értelmében, hogy,
hogy a pillanatnak inkább van jelentősége, mintha csak beugrunk egy sörre, dumcsizni. Jobban, tehát van valami ereje a pillanatnak azáltal, hogy ott a kamera és vele én. Furcsa, és ezt most mondtam ki először életemben, most gondoltam bele így először, de hogy miért van az, hogy ők maguk, és miért akkor mondták el nekem először, erről jut eszem, vagy talán azért, mert túlsúlyos dolgok ahhoz, hogy csak úgy eldumcsizva elejtegessük. Eléggé ijesztő is különben, hogy az ember milyen pillanatokban van ott, hát megdöbbentő, és tényleg a szemem könnyes volt aztán, amikor a Júli elmondja ezt, hogy a szülők nem tudták kinthagyni az urnát a temetőbe, és ott volt a hálószobában, csak neki nem mondták el, és úgy nem érted bizonyos dolgokat a családban. Fotókat nem érted. Hogy lehet ezen a fotón, hogy anya terhes, amikor nem... Tehát, mert az nem vele volt terhes. Tehát bizonyos dolgokat ő nem értett, és egyszer csak rájött. Amikor megnézték a filmet egybe, igen, a családok, meg a gyerekek, meg szülők, hogy milyen reakciók voltak. Tudnék, az az én kérdésem, hogy az ő én képük és a film róluk való képe voltak-e divergenciák benne, eltérések? Hát igen, ez mindig ez a legszörnyűbb pillanat. Hosszú ideig kínlódás egy filmkészítés, aztán én nagyon szeretem a vágást, mert az az alkotó munka, és aztán, amikor kész a vágás, akkor jön a halál, meg kell mutatni a rendezőnek. A rendezőnek már, a szereplőknek. És hát az borzasztó, mert ugye hiába tudja valaki mi az, hogy dokumentumfilm vagy film. Fogalma nincs. Fogalma nincs mi az. Tehát én tényleg sok filmet csináltam a legkülönbözőbb emberekről, én mindig rettentesen féltem, mert az, hogy valakinek így az arcába tolni az életét 70 percben, hogy tessék, ez vagy te, hát ez rettenetes. És éppen ez, hogy ő önmagára ismer-e, tehát hogy ő kikéri magának, vagy azt mondja, hogy köszönöm. Elég nagy különbség. És hogy vállalja-e, hogy moziba vetítik. Hát telefon. És hogy vállalja, mert ha hány évet dolgozik az ember, akkor hiába. Tehát ez rettentő félelem. Hát itt én rettegtem a mamától. A lányoktól annyira nem, bár a lányoktól is féltem, de a mamától is borzasztóan. És akkor mondták a lányok, adjak egy DVD-t, hazaviszik. Nem mondom, azt nem. És akkor azt mondtam, hogy ne, gyertek el hozzám csak egy vacsit, nézzétek meg a filmet és beszélgessünk, és akkor majd adok egy DVD-t. Mondjuk nagyon gonosz voltam, mert azt hiszem, akkor mindkét lány elmúlt 18, bár a mamájuk akkor is, az édesanyjuk akkor is, hát főnök, na de azért én azt nekem nem volt mindegy, mit mond ez a két 18 feletti lány a filmre, mert azért az nem volt vicc, hogy 7 év munka után mi lesz. És akkor megkérdeztem a lányokat, hogy üljek-e be velük nézni a filmet, vagy egyedül. Mondták, hogy inkább egyedül. Úgyhogy ők nézték nálunk a filmet bent a szobában, én meg kint a konyhában, így füleltem, és nagyokat kacagtak. És akkor tudtam, hogy mivel ez nem egy burleszk film, gondoltam, hogy hát zavarukba kacarázhatnak, úgyhogy nem tudtam ebből mi lesz, és akkor vége volt a filmnek, hát zavarba voltak, nagyon zavarba. Ugyanis egymás előtt is először látták. Tehát egyik nem tudta, mit mond a másik. Másik nem tudta, mit mond az egyik. Tehát nagyon nehéz helyzetbe hoztam szegényeket. Tehát a dokumentumfilm szereplői előtt hála és tisztelet, mert nagyon sokat köszönhettek, köszönhetünk nekik. És nem a kedvencük általában a róluk készült film. Tehát azért még olyan ha csak nem érzi a szereplő szócsövének a dokumentumfilmes. Tehát egy nyomorúságban élő ember, ha végre valaki odafigyel, nem véletlen, hogy a dokumentumfilmesek miért nyúlnak nagyon sokszor a nyomorult emberi sorsokhoz. Mit tudom én, hogy az most hajléktalan-e vagy, nem is tudom, mit mondjak. Szegény, éhezik. Igen, mert végre valaki odafigyel, végre valakit érdekel, nincs is vesztenivalója, tehát hálás. Én meg sajnos pontosan olyan filmeket csinálok, aminél ez a hála nincs, úgyhogy emiatt nagyon féltem, és hát akkor a lányok így kuncoráztak, és akkor az Ágnes mondta, hogy jaj, hát én úgy nézek ki, mint olyan féltékeny lennék. Pedig nem is, célzott rá. Juli megmondta, hogy hát én meg olyan vagyok, mint egy ilyen kis hülye liba hisztérika. Úgyhogy így kacaráztak, így ezeket így mondogatták, de úgy mondták, hogy a különben jó film, Ági, jó film. És akkor hazavitték a mamának, na akkor én két napig teljesen készen voltam, hogy jön a telefon, hogy na hát ezt nem. És akkor egyik este hívott a mama, én alig mertem fölvenni a telefonot, sose felejtem el. És akkor fölvettem a telefont, és akkor mondta, hogy hát gratulálok, Ági, fantasztikus ez a film.
Hát ez az akkora megkönnyebbülés volt. A végén már én próbáltam neki magyarázni, hogy biztos? A végén a tánc se zavar, mert nem akarták a Julit engedni egy amúgy szalagavató tánc, hogyha nem éreztétek, hogy ez mi. Nem akarták, hogy a Juli táncjon, mert hogy az olyan közönséges. Nekem mondta a Juli, amikor ott jártam náluk forgatni, hogy hát, hogy ő annyira imádja ezt a táncot. Én nem is akartam volna táncot, szalagavatót, most én mit, két tehetséges hegedűs lány, most mit forgassak én egy szalagavaton? És hazajött a szalagavató táncpróbáról a Juli, és kettesbe maradtam vele, és akkor mondta, hogy hát Ági, annyira nem örülnek a szülők, pedig mindegyik nagyszülő járt valaha tánciskolába, és akkor talán még ki is mondta, hogy mert ez olyan közönséges, hogy jaj, hát most mit csináljak Ágát? Mondom, Julikám, hát szereted? Szeretem. Hány éves vagy? 18. Hát akkor csináld. Hát. És akkor valahogy olyan gyanút fogtam, hogy ennek a lánynak ez valami nagyon fontos, ez a tánc. És valamit kérdeztem, és akkor tett egy ilyen hihetetlen, szép, nőjes mozdulatot, nadrágba volt a Juli, és akkor tett egy ilyen mozdulatot, mint hogyha így a legelegánsabb táncosnő, mint amikor így a szoknyáját így lendíti, tett egy mozdulatot, és akkor így néztem, na mondom, én ide elmegyek. És hát elmentem, és nem hittem a szememnek, amikor ezt így láttam, hát annyi mindenről szólt nekem ez a dolog, úgyhogy hát akkor a mamának már a végén én mondtam, hogy az se baj, hogy benne van az a tánc, nem, azt mondja, nagyon színesíti a filmet, hogy egy kicsit végre más zene, más stílus, más hangulat. Jó. Úgyhogy hál' Istennek, hát az a szerencs, hogy a papa meg aztán különösképpen művészember, és tudta magától eltolni, és mint filmet nézni, hát minden tiszteletem az övék. Mondjuk nem bántja a film a gyerekeket, de én attól féltem, hogy ők ugye híresek szeretnének lenni. Először is ezt a filmet szerintem nem lehet megcsinálni egy már híres valakivel. Na nem enged ilyen közel. Szerintem. Hát hányszor látunk híres művészekről ennyire intim filmet? Nem tud már az ember közel menni, szerintem. Mert már azért van egy lehet image. Példát mondani, de akkor hát, van majd, biztos. Mit tudom én, tényleg sikeres lesz, vagy elkezd egy nagy életmű összejönni, és... Igen, meg már ilyen intim, tehát magánélethez már nagyon nehéz, gondolom, nem próbáltam egyébként. Csináltam híres emberekről, vagy valaha híres emberekről, de ők meg már nagyon öregek voltak már. Azért nem volt vesztenivalójuk. Tehát az, hogy most a csúcson levő zenészhez oda megy az ember, és a legapróbb részletekig a lényét feltárni, hát, sorsát. Ez, igen. Talán nem könnyű, és hát én ettől féltem, hogy... lehet, hogy azt gondolja, hogy kockáztat, tehát nem akarja... Akarja magát kipakolni, és hát arra gondoltam, hogy mivel ők karrierre vágynak nyilvánvalóan, ez a film megmarad, ez nekik nem érdekük, hogy legyen egy ilyen film, ami olyan mélyen feltárja hát a belső lelküket, magánéletüket, úgyhogy őszintén féltem, de hát szerencsére nem lett baj. Soha nem lett baj egyébként, mindig félek, és végül nem lesz baj, de hát azért tehát a dokumentumfilm szereplőket lehet félteni, mert tényleg ők nagyon, nagyon odaadják magukat nekünk, és hát... Ja. Olyan lelki energia ez a műfaj, hogy jó, tehát csúnyát fogok mondani, jó túl lenni rajta. Jó egy ponton tudni letenni. És mindig megvan az a pont, amikor már az ember nem kívánatos, úgy érzi, hogy már más elég volt. Hiába vagyok jóba velük, hogy nekik is lehet, hogy elég. És akkor ez egy olyan felszabadulás, hogy kész. Nem bántom őket tovább. Mert azért érzi egy kicsit az ember, hogy ugye a nyakukra jár, még ha kedvesek is, szóval azért úgy... meg nem érzem azt, hogy történt a filmhez képest komoly változás, tehát külön váltak, és innentől meg lehetett volna csinálni, de ez egy tényleg második fejezet, tehát külön karrier, és ahogy mondtam, a férfiak. Ha úgy hozta volna a sors, akkor lehet, hogy ebbe a filmbe még, akkor ez egy 90 perces film, külön válnak, stb. Tehát lehetett volna húzni, volt egy pont, ahol meg lehetett állni, lehetett volna, mondom, kikerekíteni még, de én úgy nem bántam, és még a mai napig se bánom, mert nem történt olyan, hogy azt érezném, hogy kimaradt a filmből. Egyébként én úgy nem azt mondom, hogy nem gondolkodtam, de pontosan ettől ijedtem meg, amiről az előbb beszéltem, hogy
a Juliban benne van annak az esélye, hogy világhírű lesz. És akkor dolgozom 15 évig, és nem lesz film, mert nem járó hozzá, mondjuk. Nem nagyon mérlegeltem ezt azért, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy agyon gondolkodtam magam ezen, de megfordult a fejemben, meg hát kérdezték emberek. Megtehettem volna, mikor már kész volt a film, és látták emberek rá pár hónapra, és tették fel a kérdést, hogy folytatom-e második részt, stb. Megtehettem volna. Egy ilyen film történetéből kiadja az ember fél évet, semmi. De nem mertem úgy dönteni, hogy folytatom. De tőlük is tartottam. Tehát nem féltem, hogy nemet mondanak. Ha van egy kis helyszíni forgatás, mint ilyen onnan, tehát magában a filmben benne van, hogy itt nem pont van, hanem vesző. Mm-hmm. Tehát még ott is, ott sincs pont, és amitől ön fél, hogy esetleg nem engedi. De hát ez örökképpen marad. Tudom, hogy az hát nem biztató, de pont a dokumentumfilmeknél esetleg 5 vagy 10 évig, vagy 20 évig. És egyébként van, amikor így talán a szereplő is rájön, nem akkor így tiltakozik, de esetleg 10 év múlva, hogy úristen, hát persze, hogy hagyni kell, vagy örülök, hogy elkészül. Mm-hmm. Hát, de még van egy fontos dolog, hogy azért itt a fő téma, ez a szeretet és féltékenység között feszülő, nem is tudom, ez a feszültség. Na most ez abban a pillanatban, hogy elválnának ennek, ketté válik az útjuk, itt van a megoldás. És onnantól, hogy van egy megoldás, onnan mondom, tovább cipelnénk a témát. Ja, és akkor ha már elváltak, akkor már lesz pasiuk is. Szóval, hogy ez egy olyan drámai befejezési pont, hogy itt szűnik meg az, amit a film ábrázol, az azzal, hát nem megszűnik, azzal változik, hogy elválnak az útjaik, és hát bizony-bizony elvált. Én nem gondolom, hogy... És hát felnőtt emberek lesznek, persze, hogy nem élnek többet együtt, de hát azért ez, és ők magántanulók is voltak, ezt csak úgy már mesélem, nem nagyon vitték őket iskolába. Hát, hogy az iskolában nem lehet túl sokat tanulni alapon, eléggé otthon tartották őket. Nem azt mondom, hogy egyáltalán jártak be a kecskeméti suliba, de nagyon sokat voltak ők magántanulók, otthon tanultak, nem tudom. Akkor lehet, hogy itt ez magyarázat arra, hogy nem voltak, hogy mondjam, közösségbe. Igen. Annyit. Tehát, voltak, csak volt, kicsit értem. Úgy visszafogottabban, még jobban egymásra voltak utalva. Nem akarom azt a szót használni, soha nem is használtam, ne is legyen nagyon sehol, hogy beteges, de azért nem annyira egészséges. Így ez a viszony, ami közöttük volt, ezekkel a csodálatosan szélsőséges feszültségekkel, de azért ez így folytotta őket szerintem, mert ez így sok. És egy kicsit úgy felszabadultak. És hát ráadásul, ahol az Ágnes nyer ezen a bizonyos film végén, ezen a versenyen. Velence? Igen. Ott voltak már együtt is azon a versenyen. Juli nyert. Csak itt nem tudott elmenni a Juli. Nekik nem szabad nagyon együtt lenni, mert gyilkos dolog. És még ráadásul az is lehet, hogy a Juli tényleg nagyon gyorsan ívelt fel a pályája, és aztán stagnál, és lehet, hogy az Ágnes, bár nem ezek a hangok, de én nem vagyok szakember, nem vagyok zenész. Én amikor jelen voltam koncerteken, ezt én nagyon éreztem a Julin. Tehát az Ágnes eljátsza jól, a Juli pedig nem ott van. Meg mikor néha hallgattam, nem véletlen például néha olyan képeket vettem föl, mint amatőr, hogy én magam is néha csodálkozom, hogy mentem bele a Juliba, mert húzott. Még ha kicsit bénáztam is, de hogy ahogy az a gyerek játszott, ez a lány, és hogy ott volt a kezemben a kamera, én nem gondolkodtam, hanem úgy vitt magával, és az ember vette föl azt, amit kiváltott belőle. Ja, volt is olyan, ami kimaradt a filmből, és tényleg az ember megkönnyezik a kamera mögött, amikor ő elmondta ezt a bizonyos dolgot, hogy ő jött rá, hogy a kis testvér meghalt, és urna, és stb. Akkor fölállt, kiment a szobából. Én így ott ültem így. És akkor átment a másik szobába, elővette a Stradivárit, és elkezdett hegedülni. És akkor így kullogtam utána a kamerával, hát az, ahogy ez a gyerek akkor ott játszott, olyan hülyeség azt mondja, a gyerek, nem is szoktam. Szóval, hogy ez a kislánya, hogy ott akkor játszott, abban minden benne volt. Tehát akkor az ember megértette, hogy egyrészt micsoda erők mozgatják a művészetet, és hogy oda-vissza, hogy igaz, hogy ott ő hogy belejátszott az egész lelkét akkor ott, és fölvettem, jó kimaradt a filmből.
Nem tudom miért. Mert nem lehetett megoldani, gyakorlatilag nem lehetett ott azt így folytatni, nem tudom megmagyarázni. Én munka közben évekig arra gondoltam, hogy hát ez így egybe marad. Nem maradt egybe. Úgyhogy én hiába bőgtem ott a helyszínen, nem így maradt. De hát van, hogy az ember kedvenc jelenetei, most már félek, mert ami a kedvenc jelenetem, az szokott kimaradni a filmből mindig. Nem akarom elhinni egy darabig, haragszom nagyon a vágómra, aki ráadásul német ember, a Thomas Ernst, és akkor mondom, persze, mert neked nincsenek érzelmed, német ember vagy, te nem. És tényleg az van, hogy ugyanis mi az, ami a kedvenc jelenet? Biztos, hogy szélsőség. És azért lóg ki, azért dobja ki magát a filmből, mert túl jó, túl szélsőséges. És tényleg már nem hiszem, mert már rettegek, amikor azt mondom, hogy na hát a film legjobb jelenete, na már akkor félek, hogy az a... De a Szerelempatakban a másik filmem legjobb jelenet azért ott van a filmben, úgyhogy a film végén. De itt ebben kimaradt. Az anyag van, amit kivett magából, még akkor is, hogyha Áginak kedvenced, de az anyagnak is vannak, az is dolgozik. Öntörvénye, ezt hallottam egyszer, hogy dolgozik. Abszolút. Az anyag. Ezt egy keramikus mondta. Teljesen így van. Teljesen önálló életet él, egy idő után hálás. Szóval azért mondom, hogy az alkotó munka, azt irigyelheti, azt ajándékba adnám bárkinek, amikor az ember a vágó szobába ül és szöszmötöl hónapokig, mivel nincs forgatókönyv, rengeteg jelenetecske van, hát ez nem így volt az életben, az ember úgy rakja össze mozaikokból. És amikor összeáll egy, úgy mondjuk nyers vágó trafkát, és megnézi az ember, és azt látja, hogy él a dolog. Tehát ezt nem én csináltam. Önmagától elkezd működni. Sokszor csal, ez nem igaz. Rosszat ad ki. Nem igazságot ad ki az összbenyomás. Vagy hozzátesz az anyag. Szóval nagyon-nagyon szép dolgok zajlanak ilyenkor ebben a folyamatban. És hát itt van akkor az, hogy hát nem fér bele. Hát van egy olyan jelenet a lányokkal, amikor elmegyünk fürdőruhában, Kecskeméten van egy hatalmas tó, és ott, mint a vízi sí, van egy ilyen wakeboard, vagy mi a jó ég. Vizen, mint a snowboard deszka. Egy deszkán, vagy két deszka, vagy nem is emlékszem, mert többféle dolog van, próbáltak megtanulni a lányok. Így fürdőruhában, és ott jött egy pasi, aki egyébként egy ilyen híres gyerekszínész volt, aki ott a tulajdonos, és a lányok a pasi hátára felmennek, lábukkal összefogják, így fogják a pali hátát, lábukkal átkarolják, és a pali úgy tanítja őket, apjuk lehetnek, velem egykorú pali, és hát így, és akkor így néztem, és ezek a lányok vidáman, kacagva, és ezzel a férfivel, és hát így csak így néztem. Nevetség, nem lehet betenni a filmbe. Ez a képtelenség. Kiveti betenni. Az anyag magából. Nem lehetett betenni. Mindent megpróbál. Nem. És akkor ugye a vágó srác mondta, jó van, hülye vagy, majd rájössz. És akkor mindig mondtam, hogy tegyük ide, tegyük oda, jó van, kigyógyulsz. És akkor kigyógyultam. Igen, sajnos, pedig hát nagyon-nagyon vicces volt. És extrák nincsenek, úgyhogy az nincsen sajnos. Egy olyan apróságokon múlik az, hogy mi az élet, amikor azt hiszi az ember, hogy ez milyen csoda, és amikor a vágó asztalnál ott ül az ember, akkor nem az jön át. Sajnos. Egyébként nehezen magyarázom már én is meg, mert látnom kell. Én is mindig azt mondom, hogy na mutasd, mit csináltunk, mit raktunk össze. Ez itt szar. Hát ez nem az, ami a lelkemben volt. Még az is lehet, hogy túl nagy dolog volt a lelkemben, és közelében nem volt az összevágott anyag. Nem hozta azt, amit én éreztem, és így meg ma más szempontok fontosak akkor. De volt például egy olyan jelenet, ami hosszan bent volt a filmben, és két ember kritikája után, összesen mutattam 2-3-4 embernek ezt a filmet így, egyszer-kétszer így, amikor a nyersanyagot vágtuk, és az volt egy jelenet, amikor a mama végre elmondja nekem, hogy történt ez a kisbabával, a kisbaba halála, a 2 éves kisgyerek halála, betegség és halála. Mert hát a mama is érezte, hogy na most már egyszer neki is el kell mondani, mert a lányok már csak elmondták, már biztos tudom. Na egyszer, amikor ott voltam náluk Kecskeméten, na beszélgessünk. Tehát azt abszolút lehet tudni, ott van a levegőben, hogy na akkor miről beszélgetünk, úgyhogy nekem már csak meg kell kérdezni, épp elég kínos, de meg kell kérdezni. És a két lány velünk szembe ült, én a mama mellett egy pamlagon, ölembe a kamera, a két lány velünk szembe, ketten egy nagy fotelban, egymásba, így gabajodva a két lány. És ugye a mama elkezdett halál közömbösen.
Én nem mondom azt, hogy túl van ezen a mama, ezen nem lehet túl lenni, gondolom, de nagyon fegyelmezett. És tulajdonképpen hidegen, tárgyszerűen, tényszerűen elmondta azt, hogy az a kisbaba az, hogy szenvedett, hogy amikor műtötték, hogy az, ahogy a fejéből ömlött a vér, és akkor hogy a kisfehér koporsóba, hogy vitték ki, és mindez olyan tárgyszerűen mondta a mama, hogy úgy, jó, hát oké, de mindez alatt a két lány egymás szemébe csüngött, egymást ölelte, és egyik jobban sírt, mint a másik. De nem a szenzáció volt benne szép, hanem annyira szép volt, ahogy ez a két lány, az a szenvedés, ami az arcukon volt, és az egymásra, ahogy nem tudták egymásról levenni, eleinte nem néztek egymásra, egyik kezdett sírni, aztán a másik, és aztán, ahogy fú, a hideg is kirázott. És hát betettem a filmbe. És akkor az első, aki azt mondta, hogy ízléstelen, na, micsoda? Ízléstelen? És amikor a második is azt mondta, hogy nagyon rossz ízlésű. És miért? Azért, mert tönkre teszi a mama. Mert én nem vettem észre, engem nem a mama érdekelt. Nem látok meg dolgokat, mert annyira beavatott vagyok, annyira megszeretek dolgokat, hogy én csak a két lányjal foglalkoztam, a szépségükkel, a fájdalommal. És közben pedig, amikor már két ember mondta azt, hogy hát ez nagyon rossz ízlésű. Ez, ahogy ezt így a mama így elmondja, nem azért, mert haragudtak a mamára. De akkor azt mondtam, hogy két szakember, és akkor elgondolkodom, amikor már kettő mondja, akkor elgondolkodom, és akkor ez például egy olyan dolog volt, hogy én kihagytam a filmből, holott a legszebb jelenetnek találom a lányokról. De megint nagyon szélsőséges volt. Rettenetes szenvedés van ott azokon az arcokon. Lehet, hogy a film egészéhez képest túlzás, miközben a mama halál közömbös. Rossz képet festett itt talán a mama. De mondom, ezt mondták ízléstelen. És megijedtem. Kihagytam. Bár, amikor én még fiatal titán voltam, kis forradalmárabb, mint most, és Ferenci Gáborral, aki most nagyon sok egyetemen tanít, és ő maga is filmrendező, együtt dolgoztunk hosszú évekig. És akkor volt olyan, hogy üvöltöttem, mint 20 éves vele a vágószobában, hogy bizonyos dolgok kimaradnak, ami a valóságot nem tárja föl ezáltal, teljes valójában. És így mondtam neki, de Gabi, ezt nem lehet kihagyni, hát ez az igazság, hát ez nem maradhat ki, hát ez a valóság. És akkor rám nézett így a Ferenci Gabi, és azt mondta, hogy Ági, 80 percben a valóság, az igazság. 80 percben? Három emberről szól a film. Három ember életéről. 80 percben nem tudsz valóságot csinálni, csak egyetetsz meg, amit csinálsz, ezt már nem a Gabi mondja, hanem én mondom, amit mondasz, az szóljon valamiről, azoknak az embereknek a segítségével, akik a filmben szerepelnek, és ne hazudj, mert dokumentumfilmben azt azért ne tegyük meg, hogy hazudunk. De a valóság egy részét megragadod valami közlésének az érdekében, de a teljes igazság, a teljes valóság, hogy a jó égbe fér, igaza volt a Gabinak. Nem tudsz mindent belegyömöszölni, mondjuk én bizonyos áldozatokat nem szeretek, tehát én a mai napig például a szerkezet oltárán nem vagyok hajlandó semmit feláldozni. Tehát van olyan, hogy kidob a film egy nagyon fontos jelentet, ami tényleg fontos. De nem, még nem volt helye. Nincs helye. Nem tudod hova begyömözkölni, mert építed a filmet, és kimarad. És akkor én inkább szét, hogy mondják ezt kulturáltan, szét szedem az egészet, vagy hogy mondják, a szétcseszemet magyarul szét. Igen, azt hogy azt mondom, hogy amiért elkezdtem csinálni a filmet, és sokszor egy vágó, vagy egy barát, vagy egy kolléga azt mondja, hogy ami nincs, az nem hiányzik. Hát a falnak megyek. Igen, persze, hogyha nem tudod, akkor nem hiányzik. Na, de valamiért a filmet elkezdted. Tehát bizonyos áldozatokat nem lehet meghozni. Mondjuk a szerkezet oltárán, tehát a film, a drámai szerkezet oltárán azért áldozzuk föl azt, amire az egészet elkezdtük. Tehát nem minden maradhat ki, csak vannak dolgok, amik igen, nem férnek bele. Olyat mondtak, hogy gonosz vagy Ági, mondtak egy jelenetnél, mert a film vége fel, amikor az öreg mesternek fogja a Júlia kezét, és az Ágnes különül. Ott volt egy olyan drámai pont, hogy na, itt születik meg az Ágnesben a döntés, elmegy. Hát ez így finoman van ábrázolva, de... És akkor mondták nekem utána a lányok, hogy gonosz vagy, mert utána hárman fogtuk már egymás kezét.
csak hát nekem nem az a rész kellett ehhez az egészhez, hanem, mert utána úgy volt, hogy így fogja az öreg kezét, és utána megfogta később a Juli kezét is. Nem is tudom, hogy nekem fel van-e véve egyébként, most ezt így nem is tudom, fejből benne van a nyersanyagban, de hát, hogy ugye én manipuláltam. Hát igen, manipulálsz, de akkor se hazudsz. Manipulálsz, mert tudod, mi a végső mondani való, a végső kicsengés, és azt szolgálod az amúgy igaz nyersanyaggal. Tehát a szó jó értelmében manipulálsz, csak nem hazudsz. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm az érdeklődést. Mi megköszönjük, Ági. Szívesen. Na, ezt a szép estét, hogy talán ez egy jó befejezés, mert tényleg szép volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, hogy itt voltunk. Viszontlátásra. Sziasztok.